Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Pár érdekes, hasznos és mindenképp ismerendő feladat megoldó programról fogok beszélni. Azaz ezeket nem fogod naponta használni, ezeket nem kell naponta állogatni, de mindenképp ismerni kell a programot, mert így kényelmesebben, esetlegesen nem mindig, grafikus felületen meg tudsz olyan gondolatokat oldani, olyan feladatokat oldani, amire szükséged lehet, illetve esetlegesen leírásba találkozol vele. Az első a CH-ROT környezet létrehozása, természetesen ezt parancsorból is meg lehet csinálni, megmutatom és utána megnézzük, hogy mit is jelent ez a CH-ROT környezet, ami nagyon fontos lehet, hogyha esetlegesen probléma van a gépeddel, vagy egy programot fordítasz, vagy egyéb olyasmit kell elvégezni, amiben az van leírva, hogy CH-ROT környezet kell. Azaz nézzük meg, hogyan varázsolunk ilyen akármit, amiről egyelőre azt se tudjuk, hogy micsoda. Ide megyünk, rákattintunk, és elméletileg bekéri a jelszavadat, de mivel én be vagyok jelentkezve még, és tart a sudójogom, nem kérdezte be, azaz, mi az? Láttunk egy olyasmit, hogy felvillant a terminál és kiírt valamit. Valószínű, hogy ilyen színek lesznek, hiszen nem állítottam a terminál színein, de lehet, hogy fekete-fehér kiírás kapsz. Itt ebben a helyzetben azon kívül, hogy megadod te azt, hogy melyik rendszerrel kapcsolatos CH-ROT-ot szeretnél összehozni, akkor azon kívül más feladatod nincs, mint amit te olvastál, vagy amit javasoltak az okosak, ha probléma van a gépeddel, meg kell csinálnod, azaz jelen pillanatban csak a környezetet próbáljuk ki, illetve mutatom be. Természetesen a feltelepített másik lemezen lévő Arch Linux-omat megtalálta, nézzük is meg, mi az a csodálatos CH-ROT környezet. Rákattintunk, semmi nem történt. Semmi nem történt, gyakorlatilag annyi történt, hogy kaptál egy olyan furcsa dolgot, hogy CH-ROT és kis kacsacsör, és ide be lehet írogatni majd azokat a parancsokat, sok esetben elég hosszú, és jól felparaméterezett parancsokat, amiket javasoltak. Most egy egyszerű parancsot, az LS-t fogjuk lefuttatni, hogy meglássuk, hogy miről van szó. Lefutott az LS parancs, azaz lehet látni, hogy ez egy terminálos dolog, jellemzően igazából a haladó, vagy rendszermentő, vagy programfordításos parancsokhoz, teendőkhöz kapcsolódó dolog. Oké, csukjuk is be itt a lehetőséget, vissza az eredetihez, igen, észreveszi, hogy valami fut, hát most megmondtuk neki, hogy arra nincs szükség. Nézzük is meg, mi az, hogy CH-ROT. Nem kell ennél többet tudnod, illetve természetesen mindenkit arra biztatok, hogy olvassa el, hogy ez micsoda, és próbálgassa, és figyeljen oda, de alapesetben nem napi szinten, nem heti szinten fogod használni, azaz jó, ha tudod, hogy mi ez, jó, hogy tudod, hogyan lehet egyszerűen belépni ebbe a környezetbe, de nem kell túl nagy energiát ráfektetni. Természetesen tudom, hogy haladók most megbotránkoznak, de igazából kezdő, középhaladó felhasználónak öröm legyen a linuxozás, és ne az, hogy állandóan olvasgat valami után, amire esetleg soha, vagy nagyon-nagyon ritkán lesz szüksége. Van más olyan feladat, van más olyan tanulnivaló, ami ennél sokkal mindennapibb, és minden nap használjuk. Oké, a Wikipedia azt mondja, hogy a CH-ROT egy művelet Unix operációs rendszerben, ami egy parancsot, vagy egy interaktív shellt, az előbb láttuk, a paraméterben megadott speciális gyökérkönyvtárban futtatja, azaz valamit egy speciális akármibe gyökérkönyvtárba futtatjuk. A futófolyamat mindegy be van börtönözve ebbe a könyvtárba, nem tudja az azon kívüli fájlokat elérni. Ezzel egy kisebb rendszert hozhatunk létre a nagyobbik rendszerünk belül. Na hát ennyi. Gyakorlatilag kap egy börtön, amiben elvégezheti a feladatot, de azon kívüli dolgokhoz nem fér hozzá. Telepítőrendszerekbe sokat használják, hiszen egy telepítőrendszernek nem az a feladata például, hogy a gépeden lévő egyéb fájlokhoz hozzáférjen, hanem az, hogy az általa megadott parancsokat,
amire neki szükség van, tudja használni, de ne tudjon kinézegetni azon kívül. Na hát ennyi az egész, illetve természetesen a többit is olvassátok el. Nyilvánvalóan elég sok olyan felhasználási módja van, amiről én most nem értekeztem. Én nem nagyon használom. Ha leírásban van, akkor végrehajtom mind a jó gyerek vonalvezető mellett a parancsokat, és utána igazából nem mélyedek el ebbe a témába, nincs rá szükségem. Míg az előzőnél azt mondtam, hogy jó, oké, tudjuk, hogy ez van, és igazából akkor kell ilyet csinálni a C3-tal, amikor azt mondják nekünk a leírásba, vagy a fórumon, vagy a segítőtárs, hogy bizony ezt használd. Most azt mondom, hogy ennek egy kicsit, amiről beszélek, utána kell nézni, mert ez hasznos. Bár első körben úgy fog tűnni, hogy bizony erre neked nem lesz szükséged, de egyre jobban rá fogsz érezni, hogy bizony ezekre szükséged lehet, és azt is megmutatom, hogy ezeket terminálból, illetve szövegszerkesztőből hogyan lehet beállogatni, melyik fájt kell piszkálgatni ahhoz, hogy ez vagy ehhez hasonló beállításokat megkapj. Természetesen a bash configról fogunk beszélni. Az MX Linux valami oknál fogva, természetesen tudom, hogy mi ez az ok, a kompatibilitás, az, hogy mindennel együtt tudjon működni, a bash-t használja, mind környezetet, mind parancsértelmező környezetet, azaz, hogyha te MX Linuxot teszel fel, és ehhez nem nyúlsz, ez a rész, ez nem nyúlsz, akkor egy leírásban van olyan, hogy ZSH, meg fish, meg bashhoz tartozó dolgok, akkor természetesen te a bash feliratú cuccokat fogod kimásolni, használni, csinálni vele valamit, azaz annak a leírását tudod használni, azaz megjegyezzük, bash konfigurációt hajtunk végre, és a típus, a parancsértelmezési típus bash. Ez a legelterjedtebb parancsértelmező környezet, amit a terminálban használsz magyarul. Egyszerűen így lehet lefordítani, és ezzel általában nem fog neked gondod lenni. Nagyon jól eldöntötték az MX-es emberek, hogy ez lesz az alapbeállítás. Úgy is tudjátok, hogy én a ZSH-t is szeretem, de amíg a MX Linuxot használom, egyelőre maradok ennél. Oké, elindítjuk a bash konfigot. Itt igazából a konfigurációnak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pici részét éred el, de ezeket a részeket eléred, ezekre van úgy igazából szüksége egy kezdőnek. Első, alias. Az aliasok álnevek, azaz, hogyha te itt megnézed az első sort, az van benne, hogy ls. Utána a commandnál az van, hogy ls, color, egyenlő, auto. Azaz megmondja a rendszernek, hogyha te bepöttyögöd azt a két betűt, hogy ls, akkor ő úgy értelmezze rögvest, hogy ls, kötőjel, kötőjel, color, egyenlő, autó. Azaz megadhatsz egy rövidített nevet egy hosszabb parancsnak. Gyakorlatilag itt a parancsok átírása van, egy kicsit felparaméterezése, de természetesen megadhatsz például egy olyan aliaszt, hogy cip al, azaz egy rövidebb parancsot, és egy jó hosszú parancsor, egy tömörítés parancsorát megadhatod mögötte, azaz nem csak arra való, hogy mondjuk az ls, nézd meg, milyen fájlok, könyvtárak vannak abba az adott alkönyvtárba, könyvtárba, parancsot tudjuk egy kicsit felparaméterezni, kényelmesebb tenni, hanem bármilyen hosszú parancsot, egy bizonyos logikai távolságig, hosszúságig természetesen el tudsz rövidíteni, le tudod rövidíteni, tehát pár billentyű beütésével hosszú parancsokat meg tudsz csinálni, végrehajtani. Ide be tudod írni a rövidítést, az aliaszt, és ide a parancsot bemásolni. Előtte azért terminálba próbáld ki, hogy működik-e, és hogyan működik, hiszen esetlegesen kavarás is lehet, hogyha rossz parancsot, rossz felparaméterezett dolgot adsz meg neki, akkor elég furcsa dolgokat is tud csinálni a rendszer, azaz a terminálunk, és hozzáadjuk az addal, és aki nem tetszik, remove-val eltávolítjuk. Hát nem egy nagy agysebészet, igaz? Aki használ hosszabb parancsokat, az le tudja rövidíteni. Egyértelmű,
több százat is lehet összeírni, persze annyit fejbe tartani nehézkes. Egy 15-20-30 ilyen rövidítés alias nagyon kényelmessé tudja tenni az életünket, például egy rendszer frissítési parancsot le tudunk rövidíteni. Hát természetesen pár betűt vagy egy értelmes szót könnyebb megjegyezni, mint egy hosszabb parancsot. Egyértelmű. Prompt. Na hát a prompt az, ami ott villog. De ezt hogyan állítod be? Az alapértelmezettet, vagy egyebet próbálkozol meg beállogatni, vagy létrehozol egy sajátot, az a te egyéni gondolatod, utána lehet olvasni a basnak a parancsorát, egész szépre lehet összehozni, azaz tévedés az, hogy ehhez külön programok kellenek, külön kiegészítők kellenek, vagy csak ezért például a ZSH-ra át kell váltani, mert a basnak a promptja az ronda, meg csak az a háromszög van meg, a villogó akármi, nem? Azt ki lehet szépíteni, gyakorlatilag akinek van kedve, csinálja. Igazából az a lényeg, véleményem szerint egyetlen egy dolgot kell látni, amit mindenképp kell látni a véleményem szerint, hogy milyen felhasználóként dolgozol, a többi már egyéni ízlés dolga. Gyakorlatilag megbeszéltük, hogy itt állíthatod a promptot. Egyéb, a history, azaz mennyi darab beütött parancsot jegyezzen meg, azt neked kell eldönteni. Gyakorlatilag alapesetben jó sokat meg fog jegyezni, azaz a felfele billentyűvel, felfele nyilacska billentyűt nyomogatva mehet föl le a parancsok között, és utána egy enterrel ráütve végrehajtja ugyanezt. Nyilvánvalóan ez egy biztonsági rés is lehet, hiszen feltöltéseknél mondjuk a Mega NZ-re vagy egyéb helyre vagy FTP indítása parancsorból természetesen. Hát hogyha bekéri a jelszavadat és begépeled, és úgy adod meg a parancsort, hogy bent van már a loginod és a jelszavad, akkor az úgy ott is megmarad, és ez egy sima szöveges fájl, amiben bárki bele tud nézni, akinek jogosultsága van, azaz gyakorlatilag jó is, meg nem jó is, azaz eldöntheted, hogy mennyi kell, én nemes egyszerűséggel nullára állítottam, és nem végtelenre, azaz nem fogja megjegyezni az előző parancsokat. A következő az elérési utaknak a megadása, gyakorlatilag editálni tudod, azaz be tudod írni azokat a könyvtárakat, azoknak a könyvtáraknak a helyét, amiben te a rendszer könyvtárakon kívül futtatható állományt tartasz. Itt felhívom a figyelmeit mindenkinek, hogy bár nagyon kényelmes, és talán valahol logikusnak is gondolják, de a letöltési dokumentum meg egyéb könyvtárakat nem kéne ide beírogatni nagy lelkesedéssel, hogy ott futtatható állományokat tartasz, és hogyha te begépeled azt, hogy annak a neve ott találja meg. Ez nem azt jelenti, hogy te például a letöltési könyvtárba bizony nem tudsz elindítani valamit, hogyha ezt nem írod be, csak azt jelenti, hogy egyszerű begépeléssel, a program névnek a begépelésével nem fogja megtalálni, azaz ezekben a könyvtárakba fog keresni, ha te a terminálba beírsz egy parancs nevet, egy program nevet, akkor körbenéz. Ha csak a főkönyvtárakat, tehát a gyárilag beállított könyvtárakat fogod éppen ebbe bent tartani, azt nem kell beírni, mert azt a gép automatikusan, azt a Linux automatikusan ismeri, akkor nincs ilyen lehetőséged, de én például egy ilyen .local bint, meg a saját munkakönyvtáramba lévő bin könyvtárat létrehoztam, és azokat használom, abba beleteszem a futtatható szkripteket, és akkor bárhonnan indítva a névvel meg fogja találni, nem kell az egész elérési utat bizony begépelnem. Amikor kész vagy, ezt be tudod csukni. Oké, miről is beszéltünk? Arról beszéltünk, hogy megígértem, hogy megmutatom, hogy hol lehet ezt megnézni. Hol lehet ezt megnézni? Bemész a saját könyvtáradba, a Home könyvtárba, ami jelen esetben Laci könyvtár, és megkeresed a pont Bas RC-t. Ha ezt te nem látod, illetve ebbe a főkönyvtáradba, ez a hazai könyvtárad, ebbe vannak a te dolgaid, csak pár könyvtárat látsz, és igazából esetleg egy-két fájt.
Akkor sincs baj, mert a fájlkezelőbe, a nézett menübe bepipálod azt, hogy rejtett fájlok megjelenítése, ponttal kezdődő, azaz a rejtett fájlok is láthatóvá válnak. Oké, ennyi volt a felvezető. A baserc-re rákattintunk, megnyílik, nagyon-nagyon-nagyon sok mindent beírt ide. Én gyakorlatilag azokat a dolgokat mutatom be, ami nekünk ott és akkor fontos volt. Hát itt lehet az aliaszokat megtalálni, éppen ami neked tetszik, ide beírod, hogy alias, ls, egyenlő, akármi, vagy ebbe a sorba beírod. Itt egy érdekesebb megoldást látunk az ll lenyomásával, tehát egy kicsit nem a program neve beírása, és utána legyen színes felkiáltású gondolatot teszünk, hanem eltérő betű kombinációt rendelünk egy parancs és az ahhoz tartozó eltérő kapcsolókhoz. Oké, itt én azt szoktam mondani, ezt nem nagyon használjuk, mert a végén, hogyha jó sokat csinálunk, akkor bizony előfordulhat, hogy nekünk az aliaszok miatt jó hosszú lesz a basercünk, és aztán ideírunk, odaírunk, elméletek bárhova beírhatod, hogy aliasz a parancs egyenlő a futtatandó parancsal, felkiáltási dolgot, ez igazából meg fogja találni, de ne ezt használjuk, mert végén föltellik meg, ott elég nagy felfordulás lesz, én innét kiszoktam egyébként kukázni ezeket a dolgokat, hanem ő itt azt mondja, hogy nézd meg, légy szíves, hogy a felhasználót könyvtárában, a fő könyvtárban ez a kis hullámvonal a te saját könyvtárodat jelenti, van-e ilyen nevű fájl, és ha van, akkor bizony azt légy szíves beolvasni. Akkor légy szíves azt beolvasni, és akkor neked nagyon jó lesz, abból megtalálod az összes olyan aliaszt, amit az a felhasználó összerakosgatott magának. Azaz érdemes létrehozni, ha nincs, valóban nem emlékszek, hogy automatikusan létrejön-e egy ilyen alias fájt ezen a néven. Persze adhatsz mást is, csak ezt a kettőt át kell írni gyakorlatilag, de maradjunk annyiba, hogy jobb, hogyha az alapértelmezettet használjuk, és ebbe beírogatni az összes aliaszt, amit te használsz, és akkor egy helyen, egy fájba meg lesz az összes, és nem az lesz, hogy a basrc-be itt, ott, amott, ilyen rendszer szerint, olyan elképzelés szerint összehányva ott lesznek az aliaszok. Oké, ez egy jó gondolat. A következő dolog is nagyon fontos, és érdemes rá figyelni. Ha te létrehozol egy könyvtárat, és érdemes létrehozni, hogy a scriptjeid, egyéb programocskáid, amit külön telepítgetsz, külön másolgatsz, külön rakosgatsz bele a rendszerbe, egy helyen legyen, érdemes létrehozni legalább egy olyan könyvtárat, illetve ahhoz tartozó alkönyvtárakat, amiben ezek benne vannak. Gyakorlatilag egy akármilyen könyvtárat akárhol a te saját könyvtárodon belül létrehozhatsz, és abba rakosgatod bele a scripteket, futtatható programocskákat, és utána megmondjuk a rendszernek, hogy légy szíves itt körbenézni. Ha én beírtam azt, hogy ilyen parancs, akármilyen parancs, és nézd meg, hogy van-e abba a könyvtárba ilyen fájl, ilyen futtatható állomány. Azért kell megadni neki, mert ő alapból nem tudja. Nem fog keresni a te doksi könyvtáradba, a zenekönyvtáradba, vagy általad létrehozott akármilyen könyvtárba ő egy futtatható állomány. Ha te begépeled a parancsot, amit éppen te használni akarsz, és nincs bent az ő könyvtára ebbe a rendszerbe, a padba, akkor nem fogja megtalálni. Hát meg kell adni neki export, légy szíves beexportálni a pad változóba, a pad gondolatba, abba a rendszerbe, abba a gondolati sorba, ahol neked körbe kell nézni ezt. És utána szépen beírod, hogy pad változó, hozzáadjuk a bin könyvtárat, és légy szíves megnézni a bin alkönyvtáramba, az én saját bin alkönyvtáramba, hiszen oda van írva, hogy home, tehát a saját könyvtáramba az összes alkönyvtárat, és azt is vedd fel, légy szíves, a pat változóba, és utána ebbe a könyvtárba, és annak az alkönyvtárába is légy szíves keresni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon kényelmes dolog, hiszen láthatóan egy sor, pár
elég fura karakter beírogatásával, van róla cikk a honlapon, tehát meg lehet nézni, hogy éppen mik ezek pontosan, mit kell bemásolni, és utána már működni fog, felkiáltású dolgot meg lehet tenni, azaz ezt az egy sort érdemes beletenni minden ilyen könyvtárhoz, és nem csak a könyvtárat megadni a PAT változóba, mert így az alkönyvtárakba rendezett dolgaidat is meg fogja neked találni. Nézzük is meg, hogy nekem a BIN könyvtárom hogyan néz ki. Itt vannak az appok, látható, futtatható, appimidzsek, egyebek, akkor itt van különböző vegyes skriptjeim, eléggé trágyán összeírt nevekkel, de teljesen mindegy, de hogyha én beütöm akárhol, hogy aláhúz, akkor elvégzi azt a parancsot, azt a skriptet, ami az aláhúzhoz tartozik. Ha nem lenne bent a padba, nem írtam volna be ezt a jó hosszú sort, akkor nem végezne el, mert ő körbenéz a saját könyvtáraiba, és azt mondja, aláhúz parancs ismeretlen, ilyet nem fogok tudni elvégezni. Oké, köszönöm, hogy átgondoltátok, nézzetek utána a BAS leírásának, hogyan lehet azt konfigurálni. Tehát beírod, hogy BAS konfigurálása, persze angolul, a Google-ba rengeteg olyan lehetőséget, prompt beállítást, egyéb beállítást ki fog ő adni, aminek te hasznát veszed. Azaz, ez a parancsértelmező rendszer nagyon fejlett, nagyon kényelmes, nagyon sok helyen használják. A következő programocska egy nagyon hasznos programocska, természetesen terminálból ugyanezt a feladatot el tudod végezni, tehát ez se csoda fegyver, csak kényelmes, és hogyha erről a felületről indítod, akkor nem feledkezel el róla. Azt kell tudni, minden csomag alá van írva egy titkosított kulccsal, hogy hitelesnek fogadja el a te rendszered, ami így nincs aláírva, az nem fogja elfogadni hitelesnek, és telepítéskor rákérdez, vagy nem telepít, attól függ, hogy hogyan állítottad be a rendszer. Azaz, az MX hitelesíti az ő csomagjait, azaz biztonságos csomagokat tudunk ilyen szempontból használni. No hát ezeket a kulcsokat időnként, ezeket a titkosítási kulcsokat, amiből kiolvassa, hogy ez a csomag hiteles vagy nem, az bizony érdemes időnként frissíteni, hiszen a szerveren is frissülnek ezek a kulcs aláírási fájlok, aláírási dolgok. Hogyan lehet megcsinálni? Vagy utána nézzél, hogy terminálból ezt hogyan lehet megcsinálni, vagy pedig ide jössz, MX, Fix, GPG, Case, rányomsz, bekéri a jelszavadat, és utána jön a varázslat. A jelszó megadása után le fog futni egy pörgős felirat, gyakorlatilag fél másodperc alatt lefut, és megcsinálja az ellenőrzést. Ellenőriztem ezt a Brave-nek a tárolóját, és jó a szignatúrája, egyértelmű pár napja frissítettem. Gyakorlatilag folyamatosan az összes tároló, amit használsz, annak ellenőrzi a kulcsát, beimportálja, elvégzi a dolgokat, akkor frissíti a kulcsokat, akkor, hogyha szükség van rá, és utána egy enter lenyomásával ki is tudsz lépni. Ennyi az egész, azaz megcsináltál egy műveletet, amire neked mindenképp szükséged van, mert előfordulhat az, hogy ezek a kulcsok megváltoznak, így fixálja, elvégzi a dolgát, kész. Havonta egyszer lefuttatja az ember, semmi egyéb teendő ezzel nincs. Látható volt, egy egyszerű terminálos ablakba lefutott a program, és utána semmi egyéb teendő nincs. Ez fontos dolog, hiszen az azonosítása a csomagoknak, a tárolóknak az nagyon fontos, hogy nehogy olyan csomag települjön, ami nincs hivatalosan az MX tárolóban. Ez egy biztonsági dolog. Érdemes erre figyelni. Egyik régebbi részben a csomagtelepítőről, a csomagkezelésről volt szó. Ott megbeszéltük, hogy bizonyos tárolók vannak. Ezeknek a tárolóknak a helyét, földrajzi helyét, illetve az elérését lehet megadni az MX tárolókezelőben. Ezt máshol is meg tudod adni, de itt kényelmesebb. Nézzük is meg, mit csinál az MX tárolókezelő, természetesen szokásos módon megadjuk a jó hosszú jelszavunkat, és mit látunk? Azt látjuk, hogy az MX repohoz fel van sorolva egy csomó ország. Itt kiválaszthatod azt az országot, azt a szervert, azt a fizikailag
tároló eszközt, azt a helyet, amit te szeretnél gyorsnak, jónak, biztonságosnak találsz. Van lehetőség kézzel kiválasztani, azt x-eled be, ami neked éppen tetszik, és utána már, hogyha Hungary Miskolcról a germáni Hamburgra fogsz váltani, akkor Hamburgból fogod kapni a csomagokat. Ennyi. Gyakorlatilag te adod meg, hogy honnan szeretnéd megkapni, nincs különbség. A tárolók nagyjából gyorsak, a tárolók nagyjából stabilak, a tárolók nagyjából egyformán frissülnek. Itt nem lesz olyan problémát, hogy az egyik nagyon lassú, normál esetben természetesen műszaki hiba egyéb mindig lehet, de alapesetben nem lesz egyik sokkal gyorsabb, mint a másik. A gondolat az, hogy szeretnéd mégiscsak a leggyorsabbat megkapni, akkor ide böksz, és azt mondod neki, hogy szelektálja ki a leggyorsabb MX report, és ő aztán elvégezte, leokézott, és kiderült, hogy a Miskolci a leggyorsabb, legalábbis ő szerinte, ezt is elvégezheted. Gyakorlatilag, ha lelassul a telepítés, a programtelepítés, vagy a frissítés, akkor természetesen itt meg tudod adni, melyik MX report szeretnéd használni. Debiannál ugyanez megvan. Gyakorlatilag itt meg tudod adni, én azt szoktam javasolni, hogy nem kéne ezt nagyon piszkálgatni, azokat a Debian 11-hez, a stabilákhoz inkább így mondom, tartozó repókat, tároló eszközöket, amiket te használni szeretnél, itt nem azt mondod meg, hogy hol van az a repo, tehát Magyarországon, vagy Kínában van, vagy Hollandiában, vagy akárhol, nem azt mondod meg, hanem melyik típusúakat tudod, vagy szeretnéd használni. Természetesen ennek a felépítését elolvashatod, gyakorlatilag megadod itt, hogy melyik Debian disztribúciónak az upgrade-jeit szeretnéd megkapni, melyik altárolókból szeretnéd megkapni. Ezt olvasd el egyébként a Debiannak a leírásába, hogy a non-frame, meg a contrib, meg a main az mit jelent, mert gyakorlatilag ezeket illik ismerni, és hogyha oka van ezeknek, akkor ezeket meg is lehet változtatni. Természetesen ez a frissítéseknek a tárolója, ugyanez, csak a programoknak a tárolója, ami ki van hashtagelve, azaz itt nincs bepipálva, az azt jelenti, hogy SRC, azaz a forráskódokhoz hozzá tudsz férni, igazából erre nincs szükséged, hiszen te nem azt csinálod jó esetben, vagy normál esetben, hogy a Debian főtárolóba lehívod a forráskódot és lefordítod, erre is van lehetőség, de gyakorlatilag kényelmesebb, értelemszerűen a kész csomagokat használni, na hát itt azért igazából rá érdemes nyomni a keresd már meg a leggyorsabb szervert nekem, el fogja végezni, nagy változás nem fogunk itt a listába látni, hiszen nem írta ki, hogy honnét, tehát fizikailag honnét szedegeti le, oké, és akkor ennyi, és utána megyünk a saját különböző beállított listánkhoz, itt lehet válogatni azok között, a listák között, ami számunkra fontos, vagy olyan programokat tartalmaznak, ami számunkra fontos. És nincs bent az alaptárolóba, lehet látni, hogy azért egy néhány olyan lista bekerült ide, ami például az SMPlayer-nek a tárolója. Ez egy tároló, ami az SMPlayer videó, illetve audio lejátszó programnak a saját honlapján összeszedhető tárolócím, megvan, hogyan kell ezeket telepíteni, ezeket a címeket, és csak ezt tartalmazza, ott azért oda kell figyelni, hogy nyilvánvalóan a megfelelő verziójú tárolót kell telepíteni, és utána itt fel tudja sorolni, hogy mi van meg, mit látsz, ki tudod kapcsolni. Hogyha azt mondod, hogy a Google Chrome-ot nem szeretnéd ezentúl frissíteni, akkor kikapcsolod, illetve hogyha letörölted, és már nem szeretnéd azt ebből a tárolóból kapni soha-soha, akkor kiveszed a pipát. Én jelen pillanatban meg is tettem, így is hagyom, hiszen a Google Chrome-tól elváltam, gyakorlatilag őt már nem is tartom a gépemen, miért? Már a Brave-et használom, meg a Firefox-ot, hogyha éppen olyan feladat van, amire a Brave nem alkalmas, és a Chrome-tól, a Chromium-tól, meg egyéb ilyen verzióktól
szerényen, de búcsút vettem, semmi egyéb oka nem volt, megtetszett a Brave, szívesen használom, logikus felépítésű, amúgy is nekem tetszik. Ennyi az egész, de itt ki tudod szedegetni azokat a tárolókat, amit valamikor valahogy telepítettél, és már nincs rá szükség, ezt érdemes megtenni. Illetve megteheted, de ezt nem fogom megtenni, hogy visszaállítod az eredeti, a gyári, az MX-el érkezett listádat, hogyha úgy gondolod, hogy jó, már telerakosgattad mindenfajta programoknak a tárolóival, és hát bizony lehetnek itt ütközések, verzió problémák, egyebek, akkor szeretnél visszatérni az alapokhoz, meg tudod tenni, és alkalmazd rá a böksz, és utána ez már érvényes lesz a következő tároló frissítéskor, lista, csomaglista frissítéskor már azt fogja használni, bezártuk. Ha ezt valaki úgy szeretné megtenni egy hagyományos úttal, hogy ő bizony a szövegfájt, ami ezt tartalmazza, a lista fájt, ami ezt tartalmazza, ott szeretné ezeket szerkeszteni, a kibekapcsolás az természetesen egyértelmű, egy hashtaggel megoldható, de egy szerkezgetés, egy változtatás, egy keresgélés, hogy melyik a leggyorsabb, azért valljuk be. Így grafikusan megnyomom a gombot, és utána ő automatikusan be is x-eli, be is írja, és el is végzi. Ennél kényelmesebb nincs. Természetesen mindenkit arra biztatok, hogy legyen szíves a Debian wikihez, vagy a Debian leírás, ami neki tetszik, teljesen mindegy, akár egy cikket elolvasni ebben a témában, azt mindenképp érdemes megtenni, mert az, hogy hol van ez a listafájl, amit ilyen szerényen listafájlnak nevezek, mit hol lehet állogatni, hogyan lehet a kulcsokat frissíteni terminálból, mi ezek a tárolók, meg mi az, hogy non-free, meg contrib, meg egyéb ilyen kiírások, azokat érdemes tudni, nem érdemes, kötelező is tudni. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Összefoglalva, a C3 környezetet ismerni kell, nem használjuk naponta. A bashconfig programocska elég szerény tudású, azt azért szövegszerkesztővel, leírások követésével azért jobban testre tudjuk szabni. A kulcsok frissítése fontos dolog, hát hogyha éppen nem jó a kulcs, lejárt vagy megváltozott, akkor úgy is szól a rendszered, de jobb, hogyha időnként lefuttatod, egy gombnyomás semmibe nem kerül. Az MX tároló kezelés már egy másik téma. Itt grafikusan nagyon sok mindent meg tudunk csinálni, anélkül, hogy nagyon értenénk hozzá. Tehát lefrissítjük, hogy a leggyorsabbat kapjuk, gyakorlatilag ennyi, meg esetleg az utolsó lapon a már nem kívánt programokat deaktiváljuk, mármint annak a tárolóját, hogyha feltetted azt a programot egy külön honlapon való leírás útján, és utána mégiscsak leszheted, akkor a tárolókat is érdemes itt kipipálni, illetve kivenni belőle a pipákat. Én arra biztatok mindenkit, ezzel kapcsolatos a tárolókezeléssel, illetve a csomagkezeléssel történő terminálos munkának is nézzen utána. A Debiannak nagyon-nagyon jó és valóban érthető leírása van, magyarul is időnként, nagyon sok cikk jelent meg, hiszen a Debian nagy rendszer, ezeket érdemes tudni. Azaz, köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és jó tanulást a fontos dolgokban. Sziasztok!